Köszöntjük kedves nézőinket! Önök az Acsádi Képes Krónika Nyíregyházi online híradójának 2014. januári adását láthatják. A következő fél órában településünk januári eseményeit gyűjtöttük össze önöknek. Képes hírösszefoglalónkban először a Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett zenés délutánról, majd a Komor Csaba református lelkipásztor által szervezett lélekfrissítő esték első beszélgetéséről számolunk be. Ezt követően a Tegyünk többet egészségünkért egészségfejlesztő program következő találkozójáról, majd a Szent Piroska program hét eseményeiről tudósítunk. Önkormányzati hírperceinkben településünk önkormányzatának újabb sikeres pályázatáról adunk hírt. Kérem, tartsanak velünk! Január 22-én verses, zenés műsorral ünnepeltünk Nyíregyházon a Magyar Kultúra Napja alkalmából. A rendezvénynek a Ligetalja könyvtár adott otthont, ahol Varga Józsefné könyvtárvezető köszöntötte a megjelenteket, s idézett néhány gondolatot annak a 191 évvel ezelőtti szatmárcsekei napnak a történéseiből, amikor Kölcsey Ferenc befejezte nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Kérek, január 22-én fejezte be a Magyar Népzivataros századairól írt költeményét, a himnuszt. Ezt követően dr. Nagy János köszöntötte a vendégeket. Van egy sajátos gondolkodás, minden embernek a lelkében megfogalmazódik néhány szunnyadó gondolat, néhány rövidke sorú szavú imádság, amelyek ki tudja fejezni szomorúságát, jókedvét, kérését. Minden ember lelkében van néhány szó, amellyel az Isten elé tudja tenni örömét, bánatát, kérését. A magyar kultúra egyidős Magyarországgal. A nyíregyházi kultúra egyidős Nyíregyházzal. Csak kultúrált ember tud teremteni kultúrát. Ugyanis a kultúra az mindig bennünk kezdődik. Kultúrált magatartással, kultúrált gondolkodással, kultúrált értelemmel, kultúrált érzelemmel. A polgármester köszöntője után Mercs Angéla debreceni énekművész és Mercs János a debreceni Csokonai Színház színművészének műsora következett. Mercs Angéla népdallal, klasszikus dallamokkal és operett részletekkel szórakoztatta a vendégeket. A közönség soraiból volt, aki akarva, akaratlanul is aktív részesévé vált a vidám délutánnak. A dalok közben Mercs János a magyar irodalom gyöngyszemeiből adott válogatást. Előadásában a komoly tartalmat vidám, derűs, humoros jelenetekkel ötvözte. Kosztolányi, Tóth Árpád, Petőfi Sándor, Örkény István, Lackfi János gondolatait tolmácsolta, ami garantálta a verses, zenés, kulturális délután sikerét Nyíregyházon. Nekünk mohács kell!
abból, hogy gyerekként répát kell lennie, mert attól fog tudni fütyülni, és penótot, mert attól lesz erős. Ha csak a vastartalom számít, afelől akár egy lapátot is szopogathatna. Abból, hogy születésnapján meghúzgálják a fülét, és azt kívánják, bárcsak érne bokáig, pedig ez nem lenne se praktikus, se esztétikus. Abból, hogy tudja, ennek a listának még nem ért a végére, és lehet, hogy soha nem is fog. Január 17-én pénteken, lélekfrissítő esték címmel, Komor Csaba református lelkipásztor szervezésében beszélgetés sorozat indult a művelődési házban. Adóbeszerményből látogattak el hozzánk. Lélekfrissítő esték címet kapta az a sorozat, amelyet útjára szeretnénk indítani, és amelynek az első alkalma ez a mai nap. Ezeknek az estéknek a célja kifejezetten a lélek felfrissülése, ahogyan a nevében is benne van. Igyekeztünk egyszerűen tömören belefoglalni már a címbe is a lényeget, hogy így péntek esténként havonta egy alkalommal egy kicsit felfrissülhessen. Az első este vendége Sajtos Szilárd százados, református tábori lelkész volt, akivel Komorné Csernát Erzsébet beszélgetett. A százados 2011-ben 199 napot töltött Észak-Kelet-Afganisztánban. Sajtos Szilárd személyes tapasztalatait osztotta meg a hallgatósággal, akik megtudhatták, hogyan vélekednek a keleti ország emberei a szegénységről, magányról, hitről, házasságról, háborúról, békéről, életről és halálról. A százados arról is beszélt, hogyan élték meg a magyar katonák a kint töltött hosszú idő mindennapjait, s milyen segítséget jelentett számukra a tábori lelkész jelenléte. Akkor én is köszöntöm, és egyúttal szeretnék bemutatni Sajtos Szilárdra, ahol négy csillagpont református ifjúsági találkozó volt, és hát hasonló témában adott előzően, mert valaki követi a Barátok közt című műsort, akkor ugye tudhatjuk, hogy mostanában a mostani részekben nagyon sok szó van Afganisztánról. Hát ez a mese része, vagy hát a kitaláció, most pedig Szilárdtól a valóságot fogjuk hallani. Most kezdjük is egyből azzal, hogy mikor, pontosan hol, és mennyi ideig voltál Afganisztánban. 2011-ben voltam. Lehetett nagyon sokat hallani az utóbbi időben a médiából. A Magyar Honvédség itt látott el úgynevezett tartományi újjáépítési feladatokat ebben a provinciában. Ugye Afganisztán egy közép-ázsiai ország, ahol már több mint 70 éve tart a háború. A szemben álló felek sokszor cserélődtek a történelem folyamán, hiszen ez a háború valamikor akkor kezdődött, amikor a gyerekkorunk egyik kedvenc meséje, a Maugli játszódik a dzsungelben, ugye azok a derék angol katonák Indiából felhúzódtak Afganisztánig, és ott is megpróbálták. A következő beszélgetésre február 14-én kerül sor, melynek vendége Gál Judit kórház lelkész lesz. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. Dr. Pata Irén háziorvos vezetésével a nyíracsádi háziorvosi rendelő munkatársai, valamint Grézni Fekete Erzsébet védőnő csatlakozott a Tegyünk Többet Egészségünkért című egészségfejlesztési programhoz. A programban Hajdúhatházi Központtal 11 település vesz részt. A nyíracsádiak soron következő foglalkozásukat január 23-án tartották a művelődési házban, ahol Serfőző Mária dietetikus irányításával
ízben, színben, kalóriában, energiában változatos, ugyanakkor egészséges ételeket készítettek. A dietetikus a receptek mellé hasznos tanácsokat is adott mindazoknak, akik egészségesebben szeretnének élni és táplálkozni. Amikor diabeteszről beszélünk, akkor tulajdonképpen arról van szó, hogy a szervezetben van egy életfontosságú hormon, ez az inzulin, ami nem teszi a dolgát, mert vagy nincs elegendő a szervezetben, vagy még nem elég hatékony. Amikor azt mondjuk egy diabeteszes betegnek, hogy tessék diétázni, az mindig azt jelenti, hogy úgy összeállítja a napi étrendjét, hogy annak az inzulin mennyiségnek még megfeleljen, ami az ő szervezetében rendelkezésre áll. Amikor felnőtt diabeteszről beszélünk, van akinek diétát javaslunk, van akinek az étkezési terápia mellett gyógyszer, illetve inzulinterápiára van állítva. A kiindulás mindig az, amikor az étrendről van szó, hogy az ő szervezete tápanyagba, energiamennyiségbe annyit fogyasszon, amire a szervezetnek szüksége van. És mindjárt gyakorlatilag akkor ez a program is kapcsolódhatunk, azért jött létre, mert a kettes típusú diabétesz, zömében a csoport, akik ebben a programban részt vesznek, kettes típusú diabéteszesek, a fő probléma az, hogy súlyfeleslegük van, és amikor egy kettes típusú diabéteszesnek az étkezésről, a diétájáról beszélünk, elsősorban, elsődleges helyen mindig az étrend energia, kalóriatartalma van. Hogyha egy kettes típusú diabéteszesnek sikerül rendezni a súlyát, a normál súlyhoz közelíteni a testtömegét, akkor már nagyon-nagyon sokat tettünk annak érdekében, hogy normalizáljon a vércukorszint, illetve normalizáljon a vércukorszint. A program célja az életmódváltás, mely segít a szív- és érrendszeri betegség, a cukorbetegség és az elhízás megelőzésében, valamint a már megbetegedettek részére segítséget nyújt az egészségtudatosabb életmód kialakításában. Minden alapanyag kerüljön napi, heti rendszerességgel az asztalra, sokkal inkább a diabeteszes étrend nem a minőségi korlátozás jelenti, hanem sokkal inkább mennyiségi korlátozás jelent. Nyíracsát község önkormányzata 7,2 millió forintot nyert településünk könyvtárának infrastrukturális fejlesztésére. A pályázat 100%-os támogatottságú, így önrészt nem kell biztosítani hozzá. A pályázat keretében számítástechnikai eszközök, új, nagy teljesítményű asztali gépek és laptopok kerültek beszerzésre. Ezzel önkormányzatunk ismételten biztosítani tudta minden nyíracsádi lakos számára, hogy az információs társadalom aktív polgára legyen. A gépeket szakemberek segítségével üzemelték be, használatukra pedig mindenkit szeretettel várnak a községi könyvtárban. Január végén településünk általános iskolájában programhéttel emlékeztek az intézmény névadójára, Szent Piroskára. A programhetet a Szent Piroska életéből összeállított történelmi vetélkedővel nyitották meg. Ezt követően a diákok a hét folyamán sportversenyeken és változatos kulturális rendezvényeken vehettek részt. Képes krónika 2014. januári összefoglalója ezzel véget ért. Híradónkat megtekinthetik honlapunkon a www.nyiracsad.hu weboldal a Csádi Képes Krónika menüpontjában. Legközelebbi híradónkat február utolsó napjától tekinthetik meg honlapunkon. Viszontlátásra februárban!